Íme a Tímézia, ami tegnap jelent meg, tegnap éjfélkor a PSN játszóknak, Corsair. Wow. És tegnap 6 órakor azoknak, akik Steamen szerettek volna játszani vele. Hát az Overboard stúdiónak ez az első játéka, egy Souls game, szóval ezt úgy érdemes kezelni. A Team 17 pedig, mint tudjuk, nagyon jó játékokat, nagyon jó stúdiókat szokott felkarolni. Ugye őket ismerhetitek a Worms-ről, az Overcooked-ról, a My Time at Porsche-ról, a Moving Out-ról, a Neonabyss-ről és a Crown Trick-ről. El lehetnék még egy 10 percig, amíg játékokat sorolok, de a Team 17-nek nagyon jó játékai vannak, srácok. A Tímézia Steamre, GOG-ra, Xbox-ra, PS-re és Switch-re jelent meg. Ez egy Souls-like RPG-nek mondják, és a játék első órájában, első hetében a megjelenéstől számított első egy hétben, 20, azaz 25-ig 10% kedvezmény van az árára, szóval ha be akarjátok húzni, akkor érdemes most. Persze nyilván lesznek akciózások, meg leárazások, de hogy így az első hetekben, hónapokban ez egy nagyon jó deal. Röviden a játékról egyébként. Pestis fegyverek vannak benne, pestises téma van benne, úgyhogy hát így korszakban hasonló a Bloodborne-ra. Vannak ilyen hollóformák, toldobálások, gyors kivégzések, Corvusnak hívják a karakterünket, akinek a mozgását, a fegyverét lehet fejleszteni, módosítani, saját playstyle-ra hangolni, úgymond. És az a cél benne, hogy feltárjuk a karakterünknek a múltját, feltárjuk az igazságot. Nagyon minimál minden ebben a játékban, majd meglátjátok, hogy miért mondom azt. Gyorsan benézünk a menübe. Na hát igen. FPS limit mehet a 120-ra, minden ultra, minden on. Ezekre itt nincs szükség. Tökéletes. Tökéletes. Nincsen voice aktor, aki ezeket így felolvasná, de gyakorlatilag a best is kitörésről van szó. Itt arról dumálnak. Üdvözlöm mindenkinek, srácok! Mehetnek az előrejelzések, hogy meg lesznek elsőre a bosszok? Muhaha. Hát, hogyha vágod a játékot, akkor tudsz kiírni előrejelzést, de amúgy szerintem nehéz, mert nem tudjuk, hogy mi hol van, meg hogy mik a bosszok, szóval hát, hogy ha találkozunk egy bosszal, lehet, hogy nem is tudjuk róla előre, hogy ő boss vagy sem éppen. Jaj, amúgy tényleg kellett volna idehozni Itókát. A te mosógéped volt, ami lecsapta a streamet, na szép. Na szép. Na hát, már itt is vagyunk. Bal analóggal mozgatjuk a karakterünket, és hogyha megnyomjuk, akkor tudunk sprintelni. A jobb analóggal pedig mozgatjuk a kamerát, illetve az A-val, azaz az X-el interaktálunk tárgyakkal. Igen. Meg újra lehet nézni a tutoriál dolgokat a pauz menüben. Szuper. Kapcsolok nektek ilyen kockaszámokat. Az előbb... Hát itt... Vannak elég erőteljes FPS dropok. Jó. Ez micsoda? Piece of paper. Oké.
Saber Attack, Wounds and Execution. A jobb gombbal Saber Attackot csinálunk, a B-vel dodzsolunk. A Saber Attack damage-eli az enemit, és sebeket hagy rajtuk. A sebek ideiglenesek, és abból fel tudnak hílelődni, hogyha nem kapnak több sebzést. Oké. Okay. Hogyha az ellenség HP-ja és sebe mindkettő nulla, akkor dazed lesz. A dazed elemiket pedig ki lehet végezni. Na nézzük. Hopp, közben elnyomtunk egy kivégzést. Aha. Srácok, itt úgy néz ki, hogy nincsen stamina, amiből gazdálkodnék. Ilyen olvasnivaló is van. Már az elején majdnem elhagytunk egy olvasnivalót. Aha, ez csak így design. Azt hittem, hogy be lehet menni az ajtón. Deflect, lehet deflektálni is a bal gombbal. Értem. Na gyere, üss meg. Hát igen, ezt én gyakorolni kell. Hát igen, fél HP-n vagyunk. Use a potion. Én azt veszem észre, igen, most hílelt magán az enemy, hogy... Na gyere, csapj meg. Nagyon sokszor beakad a játék. Még egy administratív order. Olyt adnám magát egyébként, hogy bemenjünk, de nem tudunk. Igen, a lokkont is elmondja, hogy lehet lokkonolni. Key to Plaza. Srácok, megyünk a plázába. You are the devourer. Claw attack. A claw attack nagyon sok damage-et deal el az enemire. Igen. Megakadályozza, hogy healjen az enemi. Ezt annyira nem értem, hogy ezt mikor kell elnyomni. Ja, hogy az a... Tehát végig rossz gombot kerestem. Aha, látom. Aha. Egy heal. Én egyet perizni. Aha, jó, rám rúgott. Majd minden eleminek külön plague fegyvere van, és akkor ezt tudjuk használni. Aha, és ilyen kéken kezdett el villogni a billentyűzetem, meg minden, még az egérpad is. Y-nal tudjuk használni ezt a plague weapont. Folyamatosan nyomod a védést. Nincs védés folyamatosan. Parry van. Vagy mi? Deflect. Nincs olyan folyamatos védés. Szia, Krix. Szevasztok, srácok.
Ja, és most megvan az ő fegyvere. Y-nál van. Jó, nem charge-oltuk fel. Elvettük a kis késit. Nyomunk még egy potion-t. Ú, nagyon villog a billentyűzetem, srácok, itt a játékra. Meg mindenem is villog. Fülesem nem, mert most az ugye nem USB-n használom. Beacon. Na, a beacon a bonfire. Menti az állásunkat, újra tölti a potikat, HP-t restaurál, illetve energy-t, valamint ha leülünk, akkor újra éled a legtöbb ellenség. Kéne ilyenkor egy deskcam, ami mutatja a kezem? Ja, a kalács kamerát át lehetne állítani rá. Amúgy, ha tippelnem kéne. Most nagyon kíváncsi vagyok erre. Nem tudom, ki lehet-e kapcsolni ezt az integrációt. Hát ahogy látom, nem lehet kikapcsolni. De hogy itt hatalmas akadások vannak. Ja. Hát hogy ez annyira nem jó. Pillanat. Megpróbálom megmondani a gépemnek, hogy figyelj már, nem biztos, hogy Corsair cuccaim vannak. Nem biztos, hogy jó ez az integráció. Nem biztos, hogy stabil, arra gondolok. Hát, igen, kikapcsolt, jó. Na nézzük, hogy vannak-e így is akadozások. Leültünk végül? Nem ültünk le. Take a break, level up, unlock talent, plague weapon, potion, forgotten feather, seize recall. Hát nekünk a resume game kell. Jó. Feathers. Kritikális attack. Amikor egy zöld fény megjelenik, mielőtt az ellenség támadna, akkor ő egy kritikus támadást hajt végre, amit nem lehet deflektálni. Helyette Corvusnak range-en kívül kell mozognia. Szóval left trigger. Jó. Jó. Nézzük meg, hogy ezt hogy kell csinálni. Hatalmas a pallos. Azt hittem, hogy ez már most az. Uha! Uha! Most kellett volna nyomni azt a bizonyos gombot. De furi. Na csináld ezt a zöldet! Jól csináltuk. Most is nyomta azt, ugye, azt a támadást. Hűha. Ez szombos enemy volt, srácok. Ez szombos volt. Jó, és akkor itt tovább tudunk menni. Egy kis loot. A rezidens naplója. Ugye innen jöttünk. Na, úgy néz ki, hogy kikapcsoltam a...
a Corsair-es integrációt, és most nincs akadás. Úgy néz ki, hogy ezt nem sikerült a fejlesztőknek jól implementálni. Tehát látványos van minden, de szétakadt a játék. Úgy! Lehet menni lefele, meg lehet menni fölfele. Hát ez ilyen boss területnek tűnik. Szerintem nem jövünk ide még először. A boss területnek. Már is a választás elé állít a játék. Így van. Eldering copy, lehet több irányba is menni. Az a helyzet, hogy alig van HP-m. Na hát ez különösen jó. Az igen! Inasba raktak. Memória interruptálva. Memória interruptálva. Jó sokat sebzett. Igen, hogyha elérjük a HP-t, tehát a HP-nk nulla lesz, akkor a memória interruptálva lesz. És memory shardokká alakulnak. Igen. Vissza lehet szerezni a memory shardot, pont ahol hagytuk. Csak le kell győzni az enemit, hogyha jól értem. Jó. Nincs itt már a tutorial enemy. Ezek a Souls-like-ok nagyon próbálnak valamit kitalálni a Souls helyett mindig. Ja. Ja, de amúgy itt szerintem jól áll, mert ugye itt a memóriagyűjtés a lényeg, hogy felfedjük, hogy ki a karakterünk, vagy mi a karakterünk. Úgyhogy szerintem annyira nem erőltetett a dolog. Én nem ezt kerest. Most akkor amúgy... Na várjál. Igen. Tehát mindenféleképpen... Tehát mindenféleképpen... Elveszik a fegyverét. Nagyon komoly. Nagyon komoly. Hát ez nagyon komoly, ez a támadás, hogy így elveszük a fegyverét. Fura, hogy ennek a kivégzésnek nincs animációja. Az is fura, hogy nincsen staminánk. Upper on the ground. Hát, szerintetek akkor boss fele kéne menni, mi? Jó, hát hadd szóljon. Upper on the ground. Egy dupla boss még hozzá. Piros arcú. Van egy piros arcú, aki elmegy és itt hagyja a harcosát nekünk, akinek ordinári nagy pallosa van. Oops.
Micsoda animációt csináltak a megöléshez. Szia, Viri! Darkness. Még a csimentet is kaptunk azért, mert meghaltunk. Tehát akkor ő volt a tutorial boss. Aki megmutatja, hogy itt bizony inas barakások lesznek. Itt van Acemi, azt hiszem. Nagyon megsérültünk, de szerencsére itt vagyunk most már. Emlékszel, mi történt? Kell a helyes formula, hogy használhassuk Hermész válaszát. Jó. Jó. Körbe sétálgatunk. Szóval... aha. Ez itt a Sanctuary, és itt van a Firekeeper. Oké. Okay. Körbenézünk. Map menü. Na, tessék. Itt vannak a pozik, amerre lehet menni. Itt van a naplója a kis csajnak. Ott egy nagyon menő szék. Philosopher's Hill. Hermész Royal Bulletin. Na, mutasd magad. Vissza tudunk menni ott a... Tudom, ez így működik? Sea of Trees-hez. Kencsőjök, hogy mi van akkor, ha meghalunk. Nem, ez már egy másik hely. És akkor most már elérhető a level up menü. STR, vitalitás és plague, ezeket lehet fejleszteni. Az STR a saber attackot és a wound damage-et nyomja, a plague pedig növeli a claw damage-et és a maximum energiát, a vitalitás pedig a max HP-t növeli. Corvus egy talent pontot kap, egészen level 25-ös szintig. Our modest fellowship expands. Wow, Fili, nagyon-nagyon szépen köszönöm a te támogatásodat is. Köszi szépen a 207. feliratkozás ajándékozást Imáron a csatornán. Köszi, hogy ezzel levesteknős 35. hónapját lehetővé tetted. Srácok, peregjenek a szvegek. Peregjenek a szvegek. Rámegyünk erre a plégre. Meg majd rá kell menni a vitalitásra is. Igen, ha... Igen, talent pontok. Jó. Saber attack. Lehet nyomatni egy 3 hites kombót. Előre lehet szökkenni. Hát most kapjuk meg a kivégzést. Vagy hogy ez eddig megvolt? Á, hogy ezek vannak, értem. Tehát akkor eddig is volt ilyenünk, hogy levegőbe előre szökkenés, meg 3-as kombó. Á, most már 5-ös kombót is tudunk nyomni. Ki is tanultam rögtön. Healing Execution! Na, azt nézd. Jó. A Healing Execution az jöhet. Increase Saber Attack Damage, Restore Energy when hitting enemies with Saber Attack. Van Deflect. Aha, van Dodge. Second Dodge. Úristen. You can dodge twice. Long Dodge, Short Dodge. Claw. Feather. Stratégia. Jó, tehát akkor mehet a dodge. A short dodge. Ez tetszik. Na, itt vannak a statjaink. Itt vannak a talentjeink. Az itemjeink. Story cuccok. Kollekció. Lóros kollekció. Oké. Okay. Sziasztok, az itemkinget nem lehet offolni?
Az a jó az eye tracking, hogy mindenki magának állíthatja be, hogy akarja nézni, vagy sem. Rebel, szóval hogy a képernyő jobb oldalán ki lehet kapcsolni. Amúgy amikor először jöttek a streamre, akkor feldobja mindig a kis ablakot, hogy Tobi eye tracking bla bla bla, és azt általában kiszoktátok X-en. Kiolvassan azt az ablakot? Hát aki nem kérdezi meg, hogy hogy lehet kikapcsolni, az például elolvassa. Júj, itt többen is vannak! Na gyere, hadd perizzelek. Na gyere. Ez jó volt. Jó. Jó van, srácok. Szerintem az áldozatól esik a reklám vakságnak, ami itt kialakul a neten. Annyi felugró ablak meg szírszar van már, amit ki kell nyomni, le kell okézni, stb. Ja, hát ez ilyen. Ez ilyen. Felugró hülyeségek. Reklámvakság. De azért elolvastátok a kukikat, ugye? Mármint, hogy elfogadtátok a kukikat, ugye? Tehát kell nyomni amúgy a claw damage-et. Hogy ne tudják magukat felhílelni. Ők lejönnek? Tudják használni? Hogy kitéptem? Skill shard. Jézusom. Jézusom, tehát hogy itt jöttünk föl. Ez eddig megvan. Megyünk jobbra, rögtön. Üdvít mindenkinek, srácok. Aha, 25-öt kaptunk, tehát hogy jó volt ezt a kivégzéses HP töltést választani, mivel nagyon kevés HP-nk van. Hát ez nem az a gond volt, amit kerestem, semmi gond. Ja, ez az a shortcut. Tehát találtunk shortcutot, és visszajöttünk az elejére a bonfire-höz, tehát shortcut. Jó, és akkor jobbra tovább tudunk menni. Nem engedhetjük, hogy híleljen. Ó, hát ez nem a legjobban alakult, mert még meg tudott csapni, miközben éppen rátámadtam. Szevasz, Ancsi! Üdv mindenkinek, srácok! Na gyere!
Hát ebbe is nagyon jól bele sétáltunk. Na, 25, jött a 25-ös. Kár, hogy már csak két healünk van. Na, ebbe jól belátunk. Szia, Tékelen! Szia, szia! Srácok, itt valami bűdi dolog van. Aha, ő terjesztette itt a bűdit. Új mechanika. Embereket fogsz etetni? A másik neved a Hannibal? Hát ezt megint rosszul csináltuk. Plague Weapon menü, Corvus to the skill shardot használni a bukott ellenségekből, hogy upgrade-elje a Plague Weapon-öket. Aha. Na szóval. Hogyha elhasználunk egy skill shardot a Plague Weapon-re, ha jól értem, akkor a Plague Weapon energiát fog használni, és nem tűnik el használat után. Ja, és ezt a beaconnél kell majd csinálni. Jó. Hoppá! Aha! Sunyi mindenedet! Mik ezek a fabábuk itt? Váááá! Én is azt mondom. Szevasz, sasú. Na hát. Hol mondja? Gyere ide! Gyere, gyere, jó lesz. Ugye bemegyünk oda. Jaja, dobtam is X-es alatt. Itt van egy létra, meg ott is van egy létra. Mi most ezt fogjuk használni. Ez ilyen titkos létrának tűnik. Ez annyira titkos, hogy... Tessék, egy ilyen manuszkript. Egy manuszkriptúra. Nézegetem, hol lehetnek elemik, de ahogy látom, itt most nincs egy darab sem. Ez egy nagy területnek tűnik. Itt meg egy bonfire, tehát akkor ez ilyen boss fight-os di lesz. Ha tippelnem kéne.
Nehéz a grafika, nem látható, nem látni, hogy mi üthet összét. Mm. Na, szintezzünk! STR-re tudunk tenni. Szerintem teszünk is most. Vagy a plégre tegyünk? Nem tudom. Jó, legyen az STR. Aztán majd sírunk, hogy gyorsan meghalunk. Talentből kirakunk még egy olyat, hogy... Hogyha sikeresen dodzsolunk az enemy támadás elől, akkor kapunk egy stacknyi offensive buffot. Wow. A long dodge, ez gondolom ilyen választható dolog. Tehát, hogy mivel ezt én már kiraktam, erre nem tudok menni. Aha, tehát akkor ezt inkább... És akkor menjünk rá a long dodge-ra. Szia, Renta. Szevasztok, srácok. Lake Weapon, azt mondja, hogy ezt így ki tudjuk tenni. És akkor állokoljuk a Hand Axe-et. It's mine now. Break enemy super armor. Super armor tudunk törni. Ebbe beleálltunk. Hogy nyomja? Potion menü. Oda néz. A nyeremény játék leírást hol találom? Hogyan felkérte, hogyan nevez? Arra gondolsz? Potion menü. Alchemy Enhancer. Tehát ezzel lehet növelni a potionoknak a számát. Jó. Összevaló szlotok. Jó. Különféle potionok vannak extra effektekkel. Jó. Tehát Alchemy Enhancert kapunk, hogyha legyőzünk ilyen kihívást, kihívásban gazdag enemiket először. Ha, hammer, összevaló. Mint hogy hozzávaló, nem is összevaló, hanem hozzávaló. Azt a szót kerestem. De ez ugye nem boss volt, hanem csak egy kisebb ellenség. Jól van. Na. Ezt a pléget fejlesztem, srácok. Na és akkor rá lehet menni a long claw-ra. Bleeding debuffot lehet rajtuk hagyni. Na menj már, mennyire jó kis talentek vannak itt. Aha, itt egy ajtó. A Plague Weaponnél most már a Hammert is fel tudjuk oldani. Ah, és ki lehet választani? Aha, aha. Tehát damage intake 50%-ben casting. Milyen földre csapás, ez tetszik.
be is raktam X-re. Most akkor így bent van? Aha, igen, ez most így bent van. Wow! A térkép hiányzik neked? Souls game-ekben nem nagyon szokott lenni, ugye itt neked kell felfedezned a világot, úgymond. A misztikussághoz hozzátartozik. Energia, tehát energiából kasztoljuk el. Aha, és most nincs energiánk. Hát igen, az Elden Ring az egy más game. Generális potion. Long lasting potion, fast acting potion. Upgrade. Potion upgrade. Amountot tudunk fejleszteni, HP recovery, tehát nem 150-et, hanem 200-at fog tölteni, illetve hozzávaló szót, ez így nem tudom, mi akar lenni, de biztos. Én az amountra megyek rá. Jó. Na ez már egy új hely, ott volt bent az enem is. Ott volt bent a challenging enemink, vagy hogy lehet őket hívni. Itt egy jó kis láncsás. Gyere! Oké, megvan a láncsája. Ezt nem akartam elnyomni. Szóval ott egy létra, de ide még nem tudunk jönni. Elvettük tőle a fegyverét. Van valami ajtó, ott van valami létra, és itt van még egy ajtó, tehát hogyha ez nem lenne elég, kettő ajtó, egy létra, hát ez egy fontos hely lesz. Erre mi van? Erre nincs ajtó, de itt van egy létra alja, tehát ott van egy létra, amit majd le lehet engedni. Mik vannak, basszus? És ezt itt nem lehet szétcsapni. Oda nem tudunk bemenni. Na de csak el lehet oda jutni, na nézzük csak. Ez csak 9000? Nagyon rövidke játék? Hát én a How Long To Beat-en már láttam egy 16 órát, de hát az bármit is jelenthet. Illetve... A stúdiónak ez az első játéka, szóval valószínűleg nem lesz nagyon hosszú. Gerépa. Kb. Mint egy Mortal Shell szerintem. Ez hasonló kaliber, nem? Na tessék. Már is a titkos plac. Key to the market's secret room. Jegyzetek a royális gárdoktól. Na, tehát ő shortcut. Ez az a játék, ha lesz elég büdzsé a kövi játékra, akkor az sokkal jobb lehet. Igen, mortálság kategória, aha. Na várjunk. Mi ugye nem is itt jöttünk. Vagy itt jöttünk? Itt jöttünk. Már 7-9 órát is írnak? Hoppácska.
Igen, igen, itt jöttünk, oké. Okay. Igen, az még, oda még mindig kell, és itt ugrottunk le, oké. Okay. Nem láttál mást? Na itt van valami súnyiság. Na, ketten jönnek. Megint nem ezt a gombot kerestem. Ja, lehetne nyomkodni a kalapácsot is tényleg, hogy megnézzük, hogy az milyen. Adnám magát, hogy itt... Aha, itt van a shortcut. Én például én a Sekiro Olbost 5 órában megcsinálom, nem speedrunner öltet, és ővel elsőre 30 óra volt. Aha. Tényleg a Sekirót is majd végig kéne nyomni. Abba is csak belekezdtünk. Ezt nem akarjuk kideríteni, hogy mi van, hogyha feltöltődik a poponya. Húhú, az... az szép! Hát nem tudom. Ezt most így nem nézzük, majd megyünk fel. Amúgy azt halltam megnézni, hogy mikor lesz a nyeremény játék, mert feljebb csak annyit olvastam, hogy péntek, hogy hogyan van, meg azt írja, hogy 10 perc lesz erre. Igen, 10 perc lesz a nyeremény játékra, és bármikor lehet a mai nap. Tehát erre most nincsen olyan, hogy 12 óra 5 perc, hanem bármikor. Amikor éppen azt mondom, hogy na most, és akkor lehet nevezni. Hey! Állj már ne! Hát mindjárt meghalunk. Be vagyunk szorulva valamiben. Hoppá! Kis bug. Amilyen szerencsém lesz, pont akkor lesz orvos nem a délbe. Tehát akkor renta nem lesz délbe. Ki nem lesz még délbe, srácok? Legyen délbe? Ja, felraktuk a polcra. Ez itt szerintem shortcut. Csak le kéne ugrani. Nem, az ott, tehát az nem shortcut, ott volt. Jaj! Tehát, hogy az a lenti rész. Jó. Tehát akkor megérte fölmenni, mert itt most már nincsen retek. De se leszel? Jó, akkor kis okos se lesz. Na, most már nem tudom, hogy hol vagyunk. Ah, tudom már, hogy hol vagyunk. Nem mertem volna fogadni, hogy erre kell menni. Bent te meg leszel délben? Na basszus, akkor mégse. Akkor mégse délben lesz, hanem délután egy fél órával. De itt most le tudunk ugrani, annyi van. Hát onnan jöttünk, ugye? Ennek a siránkozások. Mikor lehet már jegyet venni? Most? Nem amúgy.
Tehát, hogy ez is shortcut, csak másik oldalról shortcut. Ne vonyítsá! Bimber! Hú, te ilyen combos vagy? Az nem jó. Bököd, bököd. Persze, persze már. Ezt szerintem nem fogjuk tudni most legyőzni. Na csá! Léptem gyíkok. Az a gond, hogy arra kell menni. Már várjatok, ott le lehet menni? Srácok. Azt benéztük. Nincsen bonfire-ünk, az egy probléma. Viszont ahogy észrevettem, van valahol egy lejárat, amit én nem vettem észre. Ez az. Vagy akkor itt voltam? Nem, nem voltam. Ja, nem voltunk itt. Hát ez ennyi, srácok. Direkt megállok munka közben, nyerek erre sehol semmi. Hát látod, látod is, tudom, mit vannak. Az a gond, arra fele kell menni, amerre ő van. Rezetelte a HP-ját. Most ez ki fog derülni. Nem. Jó. Hát ezek mindenhol ott vannak, srácok. Jó. Jújjúj! Hát ezek nagyon akarnak. Mi? Ez egy aréna? Jézus! Ugye nem tudják használni. Ha! Na, nubok. Jó? Tehát most valahol ott vagyunk. Na mi van? Easy. Gyorsan, csak ülj le. Na hát akkor mehet a vitalitásra. 14 HP, az nem sok. Nem tudom, hogy hol vagyunk, és nem tudom, hogy az előző helyhez képest hol vagyunk, de valahol most ott nagyon vagyunk. Igen, amúgy erősíteni kéne a Sabert. A Healing Execution is amúgy jó lenne, tehát ez. De az helyzet, hogyha ne, tehát hogyha... Attack damage-et is kéne növelni. Szinteződnünk kell. Na tessék.
Itt lesz az első boss. Na hát ez meg különösen jó. Akkor mehet. Na hát nézek, kártyákkal dobál. Ultimate. Hogyha a piros megjelenik, ez egy ultimate attack. Nem lehet sem deflektálni, sem dodge-olni, sem interruptálni. Tehát ezt ki kell kerülni. Range-en kívül kell lenni. Jó, persze, persze. Értem. Fél HP. Jesus. Na, ez fejez be? Miért rúgdos? Levittünk fél HP-t. Levittünk fél HP-t. You have returned. Tök jó. Leather Taylor, köszi szépen a 35 hónapot. Srácok, peregjenek a szvegek Leather Taylornak. Na hát ezt szépen benyeltük. Hát ezt is benyeltük. Hogy nincs HP. Nincs HP, már megint. Az utolsót olyan nehéz dodzsolni. Most látom, nincs HP. Ja! Értem.
de ez már jobb volt. Ez már sokkal jobb volt. Hát itt el leszünk, az biztos, srácok. Itt el leszünk, az biztos. Kell érezni a ritmusra, srácok. És elkapott még a végével. Jesus. Fész kettő. Azt a rohadt! Nor! Jó, mehet még egyszer. Mehet még egyszer. De örülök, hogy másodjára el sikerült átjutni a második fészbe. Ez annyira kemény. Ez a támadás nagyon kemény. Kicsit agresszívba voltunk, nem kellett volna.
már sokkal jobban megy. Asztarad! 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 Szia, Stélon! Na, most már úgy látom, hogy hogyan érdemes használni a támadásokat a bossra. Nézzük meg. Hát, hogy nagyon szépen lehet spamelni rá a támadást, hogyha jól használom a klót meg a simát. Na, nézzük. Ó, hát benyeltük. Á, ezt is benyeltük. Nem szabad. Á! Áh! Ez nagyon ciki, srácok. Áh! Nem dodzsoltunk el időben. Még a lábrúgást is. Jaj, dodge ütés, lövés már a Mario-ba is ezzel a kombóval nyertem, tuti tip. Szia, Fori! Sokkal agresszívabb voltam, mert azt hittem, hogy most én vagyok a nagy király. Nyisz, nyisz! Ugye most lesz a kemény. Most lesz a kemény. Azt a rohadt.
Ja, hogy itt már van egy plusz támadás is. Ez jól nézett ki, elloptam a füstjét. Wow. Wow. Bocsi, csak ötleteltem. Lehet ötletelni, srácok. Egyébként nincs azzal gond. Ez tök jó try volt. Na nézzük. Oszta! Azt hittem, nagy kemény vagyok. Nem tudtam elmenni a távolba. Szúrtam, srácok. Ja. Na nézzük. Ugye több mindent ki kéne használni a játékban, nyilván. Nehéz ezt ugye. Arc közben kivitelezni. Aha. Gyere! Milyen szemét! Na nézzük, mit tud az övé? Hát ez nagyon close range. Nagyon close range-ben működik. És pont neki dodzsoltam. Fura, hogy az első boss ilyen nehéz. Minden boss nehéz, srácok. Minden első boss nehéz. Az első jó pár boss nehéz, a többi meg már csak annyiba tér el, hogy olyan, hogy mások a mechanikák. Köszi szépen amúgy Taki a 11 hónapot, mi újság? Kevesebb már a meló? Rá kell érezni a játék stílusára. Ez most egyelőre még. Hm.
Á. Nem tudok elmenni. Na, ez kemény lesz. Ezt perizni kéne, vagy mi a fenét kéne csinálni? Jézusom! Hát ugye úgy kéne csinálni, hogy jó pár poti maradjon a következő fézre, illetve hát ugye ezt be kéne jobban gyakorolni. Költünk egyet. Na, ez eddig a legjobb try. Ez eddig a legjobb try. Két healünk is maradt, és full HP-n vagyunk. Azt a rohadt, és kivégez minket mi. Nem, jó, nem végzett ki. Thank you.
Azt a rohadt! Tehát elultizott, azt se tudtam, hogy hol vagyok. Sziaszkot, szevasztok, srácok. Na? Na, milyen volt, srácok? Hát igen, ha jön ulti, akkor el kell onnan menni. Tehát így, de nem is számítottam, hogy ulti volt. Mármint, hogy ulti fog jönni. De ugye volt róla szó nyilván. Ez kemény volt. Hát ezt is benyeltük, mint a noba. Csúnyán beleálltunk. Az első fész már elég jól megy. Jó, nem haltunk meg. Shit.
Ja, nem lehet dodzsolni az ultit, ja, el kell szaladni. Csak hát az olyan hirtelen jön, ugye az ember nincs rá felkészülve. Hányszor nyomott a ultit egy körbe? Szerintem amennyiszer csak akar. Ja. Második fész fél AP után bármikor nyomhat volt. Kemény. Na ez megint most egy jó try volt, bár hát nyilván még ennyi ilyet csak kéne bukni. Ezt meg kéne tollazni. Ezt ugye tollazni kéne, amikor zöldet nyom. Elfelejtettem, hogy itt van még egy. Shit. De azért látható a haladás legalább. Látszódik a haladás. Ó, és bele, későn nyomtuk. Na hát... Ez szart rá, srácok. Thank you.
nem jó fej. Full greedy vagyok? Lehet. Lehet, hogy full greedy vagyok. Na most például a... Miért nem szakította meg, srácok? Hát nem szakítja meg, srácok, a fedőr a zöld támadást? Amúgy agresszívnek kell lenni, mármint abból a szempontból, hogy... Minél több ütés kell, mert nem tudja levédeni. Nem tud minden ütést kivédeni. Azért kell agresszívnak lenni. Ennyire mondjuk nem agresszívnak, de valahogy így. Nem tudok egyszerűen eldodzsolni. Van amikor... Van amikor... Amúgy ezt újra is kezdhetjük kb. Hát hogy... valamikor a hátra dodge az annyira oldalazik, hogy nem megy hátra, és ez olyan fura. Sikerül-e a boss legyőzni ma? Szerintem srácok amúgy max délig nyomjuk ezzel. Addig boss trájok. Ez nem tudom, hogy pontosan hogy megy, de nagyon furi. Ilyenkor is lehet sebezni. Egy óra alatt csak leverjük? Király lenne. Király lenne, srácok. Még a képességét is most elloptuk.
ezt nem lehet. Szóval akkor a zöld támadást azt nem lehet Fedorral kivédeni, ezt most nem értem. Ezt nem értem. Tehát, hogy nem arra tanított meg minket a játék elején, hogy interruptoljuk a zöld támadásokat? Kicsit később kell dobni. Ja, tehát, hogy ezt jól kell időzíteni? Ó, oké. Okay. Akkor jó. Akkor valószínűleg félreértettem. Az utolsó, de nem dodzsoltunk. Phoenix, mi a helyzet? Küzdünk, harcolunk. Nyomjuk. Ez szemétség volt. Tessék! Ja, van hírünk. Tehát srácok, amikor végez az ultival, akkor utána még nyom egy nagy AOE-t is. Ez majdnem meg volt. Á, szerintem attól messze volt, de jó úton vagyunk. Ja, az ultit legalább sikerült kivédeni, igen. Ez rossz trály. Thank you.
agresszívnek akkor kell lenni, amikor éppen így eltűnöget. Az gond. Az nagyon nagy gond. Á, ha megcsúszunk. Hát itt meg bele is mentünk. Bele is mentünk a támadásába. Hát meg ugye lehetne párizni. Most elkezdenénk gyakorolni a párizést. Na nézzük. Nézzük, hogy ezt mennyire tudjuk. Hát ez jó! Az sikerült az első? Ezt szerintem nem. Na gyere! Az elsőt, az szerintem sikerül. Tehát annyiszor nem lehet párizni. Mondjuk... Mondjuk valószínűleg nem is kell annyiszor. Ez szétszem. Szemét. Aha! Aha. Lehetne ezt is perizni? Amikor így rám ront. Az elég király. Mondjuk csak egyet lehet az ütésből perizni. Vagy én észre leszem, srácok, csak egyet tudunk perizni. Mondjuk jogos. Meg logikus. Perje védés nem. Nincsen védekezés a játékban. Na hát az egy... Azt nem tudom, hogy a rúgást le lehet-e védeni. Aha, nagyon jó. Hát amúgy nagyon jó. Tehát, hogy... Sokkal másabb így a játék. Basszus. Jó. Látjátok, a játék rávesz minket arra, hogy megtanuljunk párizni. Bloodborne-ba is imádtam amúgy párizni, de hát az mikor volt már? Bloodborne-ba volt is rá jó mechanika, ugye a hílelődés. Nagyon nagy gond. Ó,
Hát most nem sikerült. Jézus basszus. Ha megnézitek, hogy amikor azt a durva rámcsárgyolós támadást nyomja, hogyha azt leperizem, mennyi claw damage-et tudok rányomni. Ezt is amúgy le kell damage-elni. Jó, hát azért itt most kicsit több damot nyom. A szemétjei még mindig van neki. Hát a most tanultakat, illetve az első jó pár tájból tanultakat kéne használni, és akkor amúgy tök jó lehet. Tök jó lehet. Hát kemény srácok, kemény, kemény. Kettő sebzést is benyeltünk, de el kell menni. Alapácsot nem használtunk. Le lehet védeni a rúgást is.
basszus. Féltem az ultitól. Á, és nem kerültem ki. Á. Fú. Szevasztok, szevasztok, srácok. Le lehet védeni mindkettőt szerintetek? Le lehet védeni mind a kettőt! Csak spammelni kell! Wow! Game changing! Mindent le lehet védeni! Asztalról, csak jól kell időzíteni. Hát ez hihetetlen. Asztalról, srácok! Asztalról! Srácok, mi van? Mi van? Hát... Édes Istenem, hát mindent le lehet védeni. Hagyjuk már. Édes Istenem. Hát nyilván, hogyha már elkezdi nyomni, akkor nem. Túl agresszív voltam. Is van! Ott is van, srácok! Ott is van! De szemét! Basszus, hát mindent lehet perizni. Édes Istenem. Tehát, hogy csak rá kellett jönni a mechanikára, hogy nem csak egy támadást lehet levédeni, hanem az összeset. Édes Istenem. Hát, hogyha ezt tudom, mondjuk lehet csak olvasni kellett volna. Vagy a játékot, vagy titeket. Köszi szépen, srácok! Giga G. Köszi, köszi, srácok! Na hát, ennek örömére mehet egy kis nyereményjáték, mit szóltok? Ott ülök. Sea of Trees. Tű. Remegek, de már jól vagyok. De már jól vagyok, mert túl vagyunk rajta. Na, srácok, magyarországi címre tudok nektek eljuttatni egy Corsair HS65-öt, ami van-e katona a játékban? Nem tudom, de mint én, fegyver biztos nincs. Tehát, hogy egy ilyen füles tudok eljuttatni nektek. Ezt használtam egy hónapig, és amúgy nagyon király volt. Ugye júniusban.
ezt tudjátok most megnyerni. 500 trófea, egy jegy, 10-et lehet venni, és privát üzenetbe kell kommunikálni a botommal. Hajrá, hajrá, srácok! Jól néz ki? Kényelmes volt egyébként. Long Lasting Potion. Tovább tart a use, viszont 150%-kal effektívebb. Tű, ez jó volt. Rest. Nyomunk egy resztelést nála, mehet a level up. Ha van kérdésetek, nyugodtan. 500, aha, a tárgyi nyereményeknél 500 szokott lenni. Adnám a mostani, mindjárt szétesik a munka plusz gaming kb. Napi 15 óra használattal. Ben, ha most nem is nyered meg, ebben az évben még sok fülest fogok kiosztani. Tehát engedded? Na, hogyhogy ma jó. Hogyhogy. Neked ez most annyira nem? Nem adja? A plague-re rakunk, én úgy gondolom, hogy az jó pick. Te inkább nem kérsz fülest tőle? És egy korzer? Korzer az nem? És ha egy fülessel kiütöd a dobhártyáját, nem is kell fülhallgató. Hát ez ilyen családbarát füles volt, Phoenix. A barátfüle, most gondoljál, barátfüle milyen lenne. Még egyszer mondom, srácok, ami miatt nekem nagyon-nagyon tetszik ez a füles, az az, hogyha ugyanolyan izzadósok vagytok, mint én, hashtag undorító content. Szóval, hogy ugye ott bőr, műbőr, sziasek ki egyébként, ott pedig szövet, tehát belül szövet. Na várjatok. Hát, hogy ott a szövet. Szövet. Műbőr, szövet. Fullos. Fullos. Ja, hogy már annyi trófád van, értem. És erre mikor lehet jelentkezni? Most! Most van a nyereményjáték, srácok. Step and jump! Tehát például lehet olyat csinálni, hogy interruptolom a támadását. Wow. Végre valamelyik márka nekem is járt fülest. Hát, teki. Szerintem érthetitek, hogy miért akarok új párnát. Tehát, hogy... Értitek? Tehát, hogy... A műbőrök azok így nokkosak nálam. Tehát, hogy a régi fülesemre kell rendelnem párnát, mert hogy szétesik. Aha, meg lett a boss Csabi. Mármint, hogy Csabi. Gyorsan fel tudunk kelni, van quick recovery. Ez is amúgy királynak tűnik. Na, a klónál ugye kiraktuk, hogy legyen második kló. Illetve most azt szeretném kirakni, hogy a második klóval lehetne bleedinget okozni. Jó, fülem az jó étvágya leszi a szivacsokat, meg ezt a felső részt is. Hát most már arra kell rájönnöm, hogy nem a izész, tehát hogy egyszerűen nem az a gond, hogy a gyártó nem minőségi dolgokkal dolgozik, hanem az a gond, hogy ha egyszerűen folyamatosan izzadság éri a műbört, akkor ez ilyen lesz. Ilyen lesz, azzal nem lehet mit csinálni. Na. Látjátok? Aha, tehát akkor ezek szerint a feathert, azt jó időbe kell dobni,
és kritikál atakot landol. A Modest Fellowship expands. Praise the sub. Szemánsz, nagyon-nagyon szépen köszönöm a támogatásodat, az 53-at a csatornán. Köszi szépen, hogy jajó 9. hónapját, ezáltal egy újabb badge-t lehetővé tetted. Na, mit szeretnél, Gerépa? Kérdezz nyugodtan. Igen-igen, nőkkösek, igen-igen. Óvatosan velük. Na, mi van még itt? 3 fedőr tud vinni, 10 szekenként regenerál a fedőr, illetve 5-öt lehet vinni, 8 szekenként, mert hogy igen, 10-8-6 szekenként regenerál. Energyt állít helyre, hogyha landol a dart. Aha, és itt mit lehet? Ha sikeresen interruptolunk, akkor kapunk egy Predator of A Modest Fellowship expands. Praise the sub. Aha! Teki! Wow! Köszi szépen! A Modest Fellowship expands. Praise the sub. Nagyon-nagyon szépen köszönöm a támogatásodat. Köszi szépen, Teki, az 5-ös feliratkozás ajándékozást. A Modest Fellowship expands. Praise the sub. Köszi szépen, hogy Freak Joker második, Karfman harmadik, és Frosty 16. Kuki első, és Sámán vagyok 8. hónapját ezzel lehetővé tetted. Köszi szépen, Teki. Köszi szépen a srácok nevében is. Én is évente veszem a szivacsot. Bár most szerintem nem kell majd, mert vettem sima fülbedugósat így a nyárra, de igen, én például az én fülesemnél is le van írva, hogy valami 800 órára tervezik ezeket a műbőrpárnákat. Na most én majdnem, hogy napi 8-10 órában a fejemben volt, és kibírt mint egy évet, az nem 800 óra, úgyhogy nem is voltam ideg, amikor 14-ért kellett új párnát rendelni. Ja, én is 14-ért rendeltem párnákat, plusz szállítási költség, szóval kb. Egy 20-asért rendeltem párnát, 4 darab párnát, azaz 2 pár párnát a régi füleshez, és az első napon elkavarodott a szállítmányom, 2 hónap múlva visszakaptam a pénzemet. De úgyhogy a banknál kellett kérnem. Mert hogy ahonnan rendeltem az Amazonról, ott nem akarták visszatéríteni. Ez egy nagyon jó történet. Mire lehet nevezni egy... Köszönöm, Ben. Laca, köszi szépen az 500-as csírt, köszi a támogatásodat. Szóval, ja, hiába van egyébként hűvös a lakásban, hiába van bármi, a műbör párna, hogyha izadósok vagytok, akkor az kapja. Stratégia. 2 plague weapont lehet hordani, plague wound, igen. Azt nézzétek, ki lehet terjeszteni a sebeket, tehát hogy tovább tudjunk beleütni. Amikor sebzést kapunk be, 30% eséllyel csökken a bejövő sebzés 10%-kal. Na, van itt ilyen, hogy first aid, például, hogyha bekapunk egy halálos sebzést, és Corvusnak van egy potia, vagy annál több, akkor elnyoma egyet automatikusan. Tök jó. Ez is nagyon jó. Hát, az a helyzet, én nem kérdeztem rá a Corsairnél, valószínűleg rá kellett volna, hogy honnan tudok párnát rendelni a füleshez. Perfekcionista. Ez majd azoknak lesz jó, akik ilyen professzionális Souls gamerek. Zakika. Aha. Szóval, hogy ha fullon van a HP-tok, akkor offenzív buffot kaptok addig, ameddig sebzést nem kaptok be. Energy Restore buff. Én a saját fülesemhez kaptam mellé pótpárnát. Ez úgy van megcsinálva, vagy még ragasztva is van a fülesen, ha jól tudom. Ha már füles lenne, nekem egy Asus Strix Fusion 300-ason van, aminek rossz az USB ajzata, hol tudnám megjavítatni? Nagyon jó kérdés, gőzöm sincs.
Én amit javítottam, az kb. Garanciálisan. Korzerpán a rendelés.hu. Bárcsak, bárcsak. Az amúgy király lenne, hogyha lenne ilyesmi, Scott. Counter attack. Aha. Ez a quick recovery, ez amúgy nekem tetszik. Tehát kapunk egy hites animációt, akkor utána gyorsan fel tudunk állni. Amúgy, tehát hogy rá kell menni a deflectre. Rá kell menni majd a defense. Na, és van defense mód, na tessék! Úgy néz ki, hogy hülyeséget mondtam. Kinek mondtam? X-testnek, meg nektek is, srácok. Amúgy szia moga. Szia moga. Szóval, hogy van defense mód. Ezt külön ki kell rakni a talentekből. Tehát 75%-át a basic attack-nak le lehet védeni, illetve van egy olyan, hogy először nem védi le a critical attack-ot, aztán levédi a critical attack-ot 60%. Wow, Jézusom. De a Perry-re gondoltál? Ja, de van sima blokkolás. Van sima blokkolás is. Kritikál atakot is lehet deflektelni, na menj már. Csak kapunk knockback-et. Jézusom, srácok. Nagyon jó. Nagyon jó. Ezt itt mit mutogatnak? Azt mutogatják, hogy mi a sma. Mi a sma. Ki kell próbálni, srácok, a miasmát. Ja, hogy ez a leköpés! Akkor kell a fenének. Üdv mindenkinek, srácok, közben sziasztok! Sziasztok! Még 2 percig lehet nevezni a fülesre. Philosopher's Hill. Jaj, és köszönöm szépen, srácok, mindenkinek, aki részt vett itt a Hyphonadban. Köszi szépen, Laca, az 500-ast, te ki az 5-ös giftet. Szemáz neked is, nagyon szépen köszönöm, és Taki, köszi szépen a 11 hónapot. Köszi szépen, srácok, a támogatásaitokat. Na nézzük, most már vissza tudunk menni oda, hogy Taki mit írt, hogy most akkor lesz már a streameken, vagy nem? Mert írt ilyeneket. Kezd, igen, szeptemberben elvileg full off-osak lesznek a rassa számlák. Úgyhogy aktívabb Twitch nézős napok lesznek. Tök jó, örülök, Taki. Örülök. Nekem mi a fő szempont? A fülest választok magamnak? Hát most már figyelembe veszem azt is, hogy... Hogyha műbőr van, akkor hogyan készüljek mindenre rá? Így van. Nem tudom amúgy. Tehát, hogy mi alapján választok. A legutóbbi... Hát itt most nekem az volt a szempont, hogy az előző füles leváltásánál, hogy maradok a beváltnál, ugye ennél a korzeres fülesnél, csak ennek a királyabb verziója. Tehát ennek királyabb, na, szóval ez az újabb verziója, ez már Bluetooth-t is tud kezelni. Mert már nem is tudom, hogy mikben jobb. Hát újabb kiadás. Meglett Zakika, és úgy lett meg egyébként a boss, hogy rájöttem, hogy nem csak egy támadást lehet párizni. Mennyibe kerül egy-egy? 500, így van. Jól van.
show item. Lehet neki mutogatni dolgokat. Azt lehet vele beszélgetni. És kapunk konzumábilis cuccokat. Na jó, mehetünk tovább. Van Sea of Trees, vannak subquestek. A subquest 1 az azt csinálja, hogy el kell pusztítani, tehát abba azt kell csinálni, hogy minden kristályt elpusztítunk. A subquest 2-nél pedig meg kell keresni Odúrnak a konstrukciós notebookját. Az Odúr az a boss volt, igaz, aki ellen harcoltunk. 100 trófám sincs, nem az, hogy 500? Nem tudom, mennyi streamen kell itt lenni ahhoz, hogy legyen 500. De anno, amikor ezt így kitaláltam, akkor ez így jónak tűnt. Tényleg szerintetek tudjuk fejleszteni? Nem. Most is jónak tűnik? Akkor jó. Tehát, hogy... nincs olyasmi megkülönböztetés, hogy csak feliratkozóknak lát. Na! Megjöttek az íjászok! Na gyere, nyomjad, nyomjad. Gyakorolni kell a perit. Hát igen, ez nehéz lesz. Most jöttem rá, hogy meghalunk, hogyha itt... Wow! Aha, 10 percenként jön egy trófea, igen, igen. Hát ő ilyen bökős! Na, várjál. Ez gond. Top 10-es listát is le lehet kérni. Top 10 B, meg top 10 O, azt hiszem. Na nézzük, ki a szerencsés nyertese ennek a fülesnek. Taki! Na hát, figyelj. Már megéri, hogyha... Tehát, hogy ezt azért kapod, mert többet leszel a streameken gyakorlatilag. Jó, hát ez halál lesz itt, srácok. Na, Taki, mindjárt rádírok, és akkor mondom, hogy mi az, ami kell nekem. Na, azt mondja, hogy... Ha valaki nem vág egyébként, hogy hogyan kell nevezni a nyereményjátékokra, nyugodtan kérdezzen, belinkeljük. Ha azt se érti, akkor is nyugodtan kérdezhet, mert nem vagyunk izék. Tehát, rád írtam, hogy a SD, most már jöhet a neved, a címed, a telefonszámod és az e-mail címed. Csupán ezekre van szükségem. De úgy érzed, hogy még mást is meg szeretnél osztani, az is jön.
amúgy tetszik. Ezért is tényleg szeretnék, hogy az NDK-n Turmix gép, a levető ajtós, az megérkezett a men. Szevasz, Feldur. Akkor jó. Akkor jó. Az helyzet, hogyha eltalálnak, akkor utána egy ideig nem tudunk védekezni. Hát ez inasba rakom. Na most melyikkel kéne huncutkodni? Ó, de jó vagyok, ú, de jó! Anya, veszed? Veszed, milyen jó vagyok? Van baj azért. Muszáj megtanulni jobban perizni, srácok. Egy ide nem törjesz, ő lesz vész, szívesen meg... Ó, ez az. Ez az. Jöhet. Jó, hát még egy utolsó szúrás, ezt nem mondtad. Ez nem volt benne, ne haragudj. A leírásodban. Várjál már, hát izé, nem veled harcolok. Megyünk fölfele, és akkor fönngyakorlunk. Na, hello! Hoppá, be szépen bele, hoppá is bele sétálunk! Júj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 
A leírom a dobozt, sajnos nincs nálam. Sajnos nem tőlem megy. Nem tőlem mennek most ezek a nyeremények. Jó, ez kettő? Jól látom? Kettő egyszerre? Á, ez gond! Ja, még inasba is raktak? Francba. Menj el, ahonnan küldik és írd alá. Oh, francba. Nem baj, srácok, ez a gyakorlás. Ez a gyakorlás. Nyújtsák erre felé? Hát úgy... próbálunk szolzkodni. Thank you.
Néha jól, néha rosszul. Jó, jó, jól vagyok. Köszönöm szépen egyébként. Én ne, őt akarom! Ezeket nem kell amúgy megölni. Na, de hát most már látjátok, hogy jobban harcolunk ellenünk. Szóval jól vagyok, srácok. Na hát... Ja, bele kell jönni ebbe a stílusba. Egyébként is hol van a halálszámláló? Jó, hát még izé, azt már nem tudtam lebeírni. Jó, hát... Fújj! Hát, ilyen dupla kardossal még nem találkoztunk, srácok. Dupla kardossal még nem. Ez új volt. Ez új volt. Az a helyzet, hogy ez új volt. Na, gyere! Persze, hát ugye a másik testén át. Tudjátok, mit védtünk ki? A nyilat. Mindig van egy első? Hát ja. Na gyere. Ó, ez az. De hát! Hagyjál már! Ne! Szia, Lord Fairy! Amúgy itt van a shortcut. A... Nézzétek csak, valahol itt van. Aha, látjátok, ezt kéne leereszteni. Kérdés, hogy megéri-e párizni, ott a válasz, srácok, hogy látjátok meg, mennyi sérülést tudunk rakni rájuk. Ó,
hát ezt most nem sikerült. Hogy tetszik? Nagyon jó. Nagyon jó, amúgy. Hát ugye szokni kell azt, hogy... Tehát, hogy most már így beakadunk ide, ez nem lesz jó. Jó, hát inasba tett minket. Ezután a Sekiro simán menni fog? Azt mondod, akkor mehet a Souls-like szeptember a Sekiroval? Amúgy valószínűleg a Souls-like szeptember a Timéziával fog menni. Aztán lehet, hogy valami mással is. Na gyere! Tehát, hogy rá tudunk egyet csapni két ütés között. Ez elég komoly. Így azt mondani nekem, hogy neked hogy nem mászik be Kalácska 0-24 a kamerába, Loki állandóan ide akar hozzám feküdni, a gép előtt ülök, de úgy, hogy vagy az egeremet, vagy a billentyűzetet nem érem. Én Kalácskát ráneveltem, hogy ilyeneket ne csináljam. Tehát, hogy lehet, hogy szeretném, hogy az asztalra jönni. Simán lehet, hogy szeretne ide jönni, de hogy így. Amíg én itthon vagyok. Na, francba. Addig neki tabu. Az asztal. Asztalra. Ja, úgyhogy ez van, hogy azért nem jár kell itt Kalács. Most például a kertet nézi, el van a kertcel. Jó, gyógyítani kell. Nagyon fontos a kölyök korában megtanulja már az alapokat, hogy mit lehet, mit nem lehet. Akkor elmész páros lábbal ugrál a billentyűn bosszúval. Nem, azért van kukászsákkal lefedve minden este a székem, az ülőrész. Na hát, azt jól lett volna még kivédeni. Mind az ülőrész, mind a háttámla, tehát az asztal teljes terület, hogy Kalácska, nem jössz ide. Ezt hogy kéne megcsinálni? Az a helyzet, hogy ő nem akar ide jönni. Köszi szépen Nordféri, köszi szépen a 25 hónapot. És köszi, hogy a Prime-odat még mindig rám használod el. Hát az ellen nem tudom, hogy kéne harcolni. Lehet, skippeljük. Miért fél a kukány az acskótól? Hát zavarja minden, ami így zörög-csörög. Szerintem a legtöbb macskát zavarja. Félnek a zacsiktól, nem? A csak Kalács fél? Ó, Astramiszt rájöttél, hogy mi Mogának a neve? Ezek szerint, ha jól értem. Ja, hát! Jó, hát ilyet.
Mi az alufóliás letakarást próbáltuk, én leszette a fóliát, és így kaparta, hogy csörögjön. Alapvetően amúgy igen, félnek a csörgő, zörgő zajoktól, kivéve ilyen kis degerált cicár, mint az enyém, mert szeret a zacskón feküdni. Degenerált cicákról van szó, te pedig a lepedő körül sétálgatsz, hogy betakarjanak, igaz? Na gyere, Palács, gyere. Az én cicám imádja a nylon zacsit, belehempereg és nyalogatja. Nem lehet elől hagyni. Kalácska egyszer belement egy nylon zacskóba, és mondtuk, hogy jaj de cuki, jaj de aranyos. Aztán amikor... Lehetne lefele is menni. Aztán amikor... bedugta a fogó részébe a nylon zacskónak a fejét, és szaladgált két percig, mint a veszett egér, akkor utána neki már annyira nem volt vicces, és nekünk se volt cuki. Utána posás volt rendesen. Nekünk is, meg neki is. Ja, Kalácska 24 fokra azt mondja, hogy úristen valami, fúj, gyorsan elbújok. Basszus. Vagy mint 15. Alchemy Enhancer. Nylontól felpróbáljátok ki a papírzacskót, nálunk olyan effektje volt, mint a papírdoboznak, így kibemászkált és játszott benne, órákra leköti. Ha a papírzacskót viszünk vala, onnan mindig megkapja. Jajaja! Jaja, azt szereti. Ugye? Ugye? Netpincér, vagy mi az Food Panda meg volt? Te is így vagy? Te is szeretsz a papír zacskóba kibemászkálni? Azt tudom, ezt jól értem. Te mi vagy? Értem. Halál! Halál! Boom! Boom a monitorba! Biztos így értett? Hát... Szerintem is így értett. Jó. Ja, tudunk olyat csinálni, hogy leülünk. Plague Weapon.
Kalapács, valami, igen. Most, ja igen, tehát hogy most már lehetne shielden például. Sikeres blokkolás. Jó, mi van még itt? Lehetne Great Swordom. Wow. Potion, na ez kell nekünk. Amúgy... A Long Lasting Potion akkor jó, hogyha ugye nem... boss ellen harcolunk, tehát akkor nagyon jó. Az alapfegyver ugyanaz végig. Aha, igen, igen. Ez a General Potion meg izék ellen jó. Bossok ellen, nagyon. Ez mi lehet? Ez a Ingredient Slot 1. Ezzel mit lehet csinálni, szerintetek? Craft Potion. Ja, látom, Energy Recovery, HP Recovery és... Azta! Wow! És akkor ez így örökre? Örökre megmarad? Wow! Ez örökre így működni fog. Nálunk Winston a mops szeret akkor belemászni a szatyorba, amikor hazaérünk a bevásárlásba. Aranyos. Tényleg valaki nem használ a cicája az ilyen hűtött lepedőt? Gondoltam, hogy veszek neki egyet, mert nekünk nincs légkondi, és nagyon szenved bent a melegbe, de nem tudom használni el más, próbáltam már a cicához. Figyelj, Seki, Tardigrada pont minap írta, hogy ő használja a cicához. A francba. Szóval... Ő biztos használja. Csak nem tudom, hogy ő most itt van-e. Veszük, srácok! Ha föl tudjuk. Felvesszük az emlékeinket. És utána vége. Jó. Úgy szeretnék én is egy cicát, csak anya nem engedi. Hát igen. Nálunk is ez volt a helyzet. Nálunk is ez volt a helyzet, pedig édesanyám nagyon-nagyon-nagyon cicás. Na. Hát jó lett volna találni még egy széket. Mit gondoltak, srácok? Nekem nagyon-nagyon-nagyon tetszik ez a game. Főleg miután megértettem, hogy hogyan kell vele játszani, és nagyon azt érzem, hogy ilyen peri alapú az egész harcrendszer. Tetszik az, hogy van HP-d, ugye sérülést kell először okoznod az ellenségeiden, utána pedig ezzel a plague támadással levenni a sebeid által okozott sebzést, hogy csökkenjen a HP-d. Ez szerintem egy jó mechanika. Így tetszik elsőre. Ti hogy vagytok ezzel? Így láttátok az első boss, láttátok, hogy milyen? Hát az első boss megtanította nekünk, hogy hogyan használjuk ki a játék adta összes lehetőséget. Legalábbis így az első 1-2 óra után. Nem néztünk át mindent egyébként az első területen, most már a második területen vagyunk ugye az első boss után. A tutorial boss az nyilván nem számít. Az első bossunk után vagyunk. És király,
nyilván rá kell jönni, hogy melyik enemy hogyan támad, hogyan használjuk ki azt, hogy ütünk, éppen perizünk, aztán nyomunk egy pléges támadást. Szuper, szuper. Van potenciál ebben a játékban. Meglepően, meglepően jó. Nem rossz, de nem lesz Game of the... Ja, hát nem lesz, nem lesz. De szerintem nem is volt cél, hogy Game of the Year legyen. Nyilván. Én látom benne azt, hogy ez mitől másabb, mitől különlegesebb a többi game-től. Milyen árazású? 10.000 forintot mondod, Gerépa. És ugye most 10% kedvezmény van rá. Úgyhogy, srácok, én ezt élveztem, és azt mondom nektek, hogy a Souls-like szeptember keretein belül ezt végig kéne nyomni. Nem tudom, hogy más Souls game belefér-e. Szerintem sikerül végezni a bárányos játékkal is szeptemberre. Illetve, menj szeptemberben valamikor, illetve sikerül végezni a Pókemberrel is. Szóval igazából mehetne. Most így hirtelen nincs a fejemben, hogy mik lennének még tervre a szeptemberben, de én azt mondom, hogy mármint, hogy milyen játékok jönnek, amivel érdemes lenne foglalkozni, de szerintem ez a Timézia, ez így belefér. Nem hosszú egyébként sem, úgyhogy mehetne. És így hirtelen nem is volt meg, hogy, hogy ez így most jön. Úgyhogy lehet, hogy ha lesz rá időnk, akkor lehet, hogy még egy Souls game-et beütelmezünk szeptemberre. 22 euró meg 49 cent. Köszi a sebet. Úgyhogy szerintetek is érdemes lenne ezt folytatni, akkor hát nyomjuk. Majd meglátom, hogy mik a visszajelzések. Moveseteket valami elképesztően szépen, nem csak a saját karakteren, az elminél is. Például az első boss is milyen szépen meg voltak animálva. Ja. Ehet. Jó, srácok. Akkor folytatjuk majd ezt a Timéziát szerintem. Most pedig jöjjön más.